tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatodd az öveket és nyújt be a Parallaxisba. Parallaxis. A Parallaxis Podcast és blog együttműködő partnere a planetology.hu tudományi portál. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Média bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MD Média tudományos és fantasztikus podcastje. Köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez itt a parallax is 49. része a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Még mielőtt köszönteném beszélgető társaimat, szeretném üdvözölni a Parallaxis Univerzum partnerei között a Space Junkie csapatát. A Space Junkie a legnapra készebb magyar nyelvű űrhajózásról szóló blog, úgyhogy valóban nagy megtiszteltetés számunkra a közös utazás, de nem kevésbé megtisztelő ilyen magasan kvalifikált urakkal megvitatni mai témánkat, mint Farkas Csaba és Vince Miklós, köszöntelek titeket a Parallaxis Univerzumban. Szervusztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Sziasztok, én is mindenkit szeretettel köszöntök. Többdimenziós világok, ez tehát a mai beszélgetésünk tárgya, de hát mit jelent ez? Amit a Sliders című sorozatban még párhuzamos világoknak hívtunk, az tulajdonképpen a témánk maga, a multiverzum elmélete? Hú, hát az egy jó kérdés, mert a multiverzum az... Kicsit talán más, egyébként nyilván a kettőnek van köze egymáshoz. Ugye ezt meg kell beszélnünk, ugye, mert a téma bármelyik, bármelyik lehet, hiszen az, hogy extra dimenziók, ugye, amiben megjelöltük a mai témát, hogy több dimenziós felekben élünk, az persze nagyon sokféleképpen lehet értelmezni, és talán nyilván szóba is fognak kerülni ilyen mindenféle. Elméleti fizikai, elméleti konstrukciók, amik a világ leírását célozzák, amik akkor működnek, a feltételezzük, hogy például egy 11-dimenziós univerzumban élünk régebben olyan is volt, amiben azt feltételeztük, hogy egy 26 dimenziós univerzumban élünk, ami nyilvánvalóan ugye ellenmond a hétköznapi tapasztalatainknak, ami szerint ugye hát akkor hangozzon el, hogy azért eleve több dimenziós világban élünk, mert ugye a három az sok, <laughs> és még van a negyedik az idő, hogyha ízlés szerint azt ugye, az ugye különlegesen viselkedik, mert ugye amint már arra sokszor beszélgettünk, abban nem annyira tudunk egyelőre előre hátra mozogni, a másik három irányba azért tudunk így reverzibilis módon közlekedni. Tehát igazából úgy mondjuk, hogy 3 plusz 1 dimenziósnak tűnik a világ, és hát ugye a legtöbb fizikai elmélet, ez tök jól leírja a világot ebben a három dimenzióban, de nem, de nem mindent. És hát vannak dolgok, amikhez viszont akkor lehet elegáns matematikai elméletet kapni, hogyha berakja az ember egy baromi nagy dimenzióba, és akkor azt mondjuk, hogy amit mi látunk, az csak egy, 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 egy felülete, vagy egy vetülete, vagy egy altere tulajdonképpen egy többdimenziós térnek. Szóval ilyesmiről is lehet beszélni. És akkor van az, amit mondasz, hogy tényleg, ugye az már inkább tulajdonképpen a kvantummechanika értelmezési kérdései közé tartozik, hogy például Amint például a legutóbbi Paralaxis podcastban megbeszéltük, hogy, hogy a kvantummechanika ilyen lehetőségeket nyit, és nem tudjuk biztosan, hogy mi történik, csak valószínűségeket tudunk jósolni. Létezik olyan interpretációja a kvantummechanikának, ami azt mondja, hogy tulajdonképpen mindig minden kimenetel, minden döntéshelyzetben, és akár emberi döntésekben is, de a természet döntés helyzeteiben is, mindig minden kimenetel megvalósul, és akkor párhuzamos univerzumok jönnek létre, tehát igazából gyakorlatilag végtelen sok univerzum van, amik között egyébként nincs átjárás, tehát ezért aztán ez egy szép elméreti konstrukció is marad. És akkor gondolom a Snyder's, vagy valamelyik ilyesmi, az ilyesmi lehet, vagy akár azok a sorozatok, amik ilyen alternatív történeteket vizsgálnak, történelmeket ugye nagyon népszerű műfaj kezd lenni mostanában, az, az ilyesmi lehet. Az, ahhoz, ahhoz egyébként nem feltétlenül kell a fizikai világban több, több, mint három plusz egy dimenzió, de az is egy érdekes kérdés, és ha akarod, arra is használhatod ezt a kifejezést. Csabát kérdezném, mert science fiction vonalról Arról meg meg is a témát, és hát abban szerintem Csaba itt az egyik legnagyobb kaliber, hogy, hogy te mire gondolsz, amikor azt mondja neked valaki, hogy Extra dimenziók vagy több dimenziós világ, három-négynél több dimenziós világ, akkor az, az neked mi ugrik be. És, és ráadásul lehet, hogy itt az adás kapcsán is engem terhel a felelősség, hogy ez a téma bekerült itt a címek közé, és most végre elérkeztünk ahhoz, hogy erről beszéljünk. Igen, én is inkább itt a furcsán kinéző és viselkedő terekre gondoltam elsősorban inkább mint a Slidersre és a multiverzumra, de minden érdekel ezzel kapcsolatban egyébként. Mondjuk egy kicsit azért te is hibás vagy ébben, Miklós, mert amikor először idejöttél a parallaxisba még vendégként a térhajtóműről beszélgetni, akkor ilyeneket mondtál, hogy ha a univerzum tágulását szimbolizáló Luffy ez, ez úgy ö, megnövekedik, és tágul, az mibe tágul bele? Hát az egy másik negyedik dimenzióba tágul bele. Meg ugye, amit most is itt azt hiszem pedzegettél, hogy vannak olyan részecske fizikai elméletek, amik több dimenziós modellekkel adnak csak értékelhető eredményt. Szóval ezek mellett nem lehet elmenni. Én azt gondolom, hogy muszáj ezekről beszélni, de azért nem teszlek téged ilyen csúnya módon felelőssé. Természetesen engem is izgat és érdekel a téma. Youtube-on szoktam ott ragadni, amikor valaki ilyen eservízeséseket valósít meg. Van egy-két ilyen felhasználó egyébként, aki ezt így megcsinálja, és vannak olyanok is, akik utána ilyen behind the scenes módon így be is mutatják, hogy hogyan csinálták tulajdonképpen a nagy mutatvány, de vannak olyanok, akik nem, és akkor lehet találgatni, hogy na most ez hogy működik. Szerintem kezdjük az elején, és kezdjük ennek a témának azt az aspektusát boncolgatni, amit mondjuk az említett Sliders című sorozat is, vagy egyébként akár a, a Akár a Rikés Mortit is mondhatnám, vagy nem tudom, hogy például azt tudtátok-e, hogy ha például így a science fiction vonal bejön, akkor például a Marvel filmek, vagy például a Transformers-nek a valósága, amit a filmekben látunk, az se ez a Föld, hanem egy párhuzamos valóság. Természetesen a sztori szerint. Tehát, hogy, hogy azért ezt Hollywood is kellőképpen kihasználja, még akkor is, ha nincs az előtérbe tolva, és hát azért ez nagy divat, hiszen mondjuk a Star Trekben az alternatív Kelvin idővonal, ami hát tulajdonképpen egyfajta párhuzamos valóságnak is tekinthető. Szóval, hogy akkor az az, az, az állításod viszont, hogy, 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 érdekel minket az is, hogy ez vajon összeegyeztethető ezzel a párhuzamos világokkal, és amúgy igen, tehát egy kicsit akkor kezdenék hidakat építeni a két téma közé, mert nyilván van, van, van kapcsolat. Ugye, amit emlegetett a Csabi, hogy 5 millió évvel ezelőtt, amikor az első Parallaxis podcastet csináltuk, akkor fölmerült ez a dolog. Minden tudomány népszerűsítő kiadványban, amiben szóba kerül bármi, ami az általános relativitás elmélettel vagy a kozmológiával kapcsolatos, akkor ugye tényleg lehet ezeket a dumákat mondani, hogy olyan úgy képzeljük el a görbült teret, téridőt, mint egy gumilepedőt, amit a tömegek behorpasztanak maguk meg akkor az is, hogy egy, egy lufi, vagy egy széthúzódó gumilepedő, és akkor, és akkor ugye az embernek persze ezt, ezt el kell képzelnie magában, akkor azt ugye csak úgy tudja elképzelni, hogy az maga valami betágul bele, mint ahogy a, a, ugye mondtuk analógiának, hogy, 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 az univerzum tágolása kicsit olyan távolról bekötött szemmel kicsit hasonlít ahhoz, mint, mint hogyha ugye egy felfúvódó lufin lakó hangyák, akik nagyjából kétdimenziós kis világban éldegélnek, ők azt hiszik, hogy egy kétdimenziós lapos univerzumban éldegélnek, mert annyira picik, hogy lapos lufi hívők egyébként mind, mindegy szálig, és nem ismeretes számukra fölle fogalma, mert lényegtelen, mert ők csak előre, hátra, jobbra, balra tudnak közlekedni a gömb, gömb alakú lufin, ami azonban ugye egyre inkább fúvodik föl, és mi ugye kívülről tudjuk, hogy ez a háromdimenziós térbe tágul bele, és akkor emlegettük annak idején, hogy a hangyák úgy látják egymást, hogy mintha mindegyik hangja, úgy lett, hogy mindegyik hangja tőle távolodik, és ezért minden hangja arra a hibás következtetést jutott, hogy ő maga van a világegyetem egyetem középpontjában, hol ott ugye nem, hanem minden egyik hangja egyenesen el van szorva, és gőzük sincs arról, hogy egy magasabb dimenziós térbe tágulnak bele, különben rögtön megértenék. Na, ez, ez nagyon sok helyen előjön ilyen ismeretteresztető írásokban, egészen kitűnő írásokban, a, a Stephen Weinberg könyvében az első három percben, vagy természetesen a Stephen Hawking féle népszerűsítő könyvekben, Paul Davis-nél, Martin Rees-nél. Tehát tényleg mindenki írja ezt a dolgot. Valójában azonban, Semmi olyasmi nincsen ezekben az egyenletekben, amik a világegyetem tágulását leírják, amik igényelnék azt, hogy valamiféle negyedik térdimenzióba táguljon bele, ez csak egy segédeszköz nekünk, hogy elképzeljük. Tehát az igény az nem innen jött egyébként, valóban az igény, egy extra dimenziókat képzeljünk el, az, az valóban nem, nem, nem igazából, nem a, hogy mondjam, nem az általános relativitás elmélet és környékéről jött. Mert egyébként például ugye az általános relativitás elmélet, az köszöni szépen, nagyon jól el van a 3 plusz 1 dimenziós téridőben, sőt pontosan azt magyarázza meg hihetetlen pontossággal. Például az egy gyönyörű dolog, amire már a Feredei rájött már nagyon régen, hogy, hogy a három dimenziónknak ugye kitüntetett szerepe van. Például ez a gravitációs erőtörvény, hogy pályán tudja tartani a bolygókat, vagy a, vagy a kulomberők, hogy összetudják tartani mondjuk az atomokat. Például a gravitációban a távolság négyzetével csökken a függés, ez nyilván összefügg azzal, hogy háromdimenziós térben élünk, háromdimenziós térben lehet az erővonalakat így felrajzolni, négydimenziós térben egy olyan erőtörvény következne ebből, ami a távolság harmadik hatványával csöng le, és az már olyan olyan gyors lecsengés lenne, hogy tulajdonképpen nem maradnának egybe, értelmezhetően sem az atomok, sem a struktúrák az univerzumban. Mert hogyha a, a kulom meg a gravitációs törvény máshogy nézne ki, ami valószínűleg következne abból, hogyha más dimenziójú világban élnénk, akkor egészen egyszerűen nem lennénk itt. És, és ugye ez egy marha érdekes kérdés. Ezért aztán lényegében azt mondhatjuk, hogy nagyjából tuti, hogy háromdimenziós a világunk. Másik dolog a kvantummechanikában a Planck törvény, amit óriásiba kivetít nekünk az univerzum, a kozmikus háttérsugárzásnak a hőmérséklet függése, az is olyan, amiben szerepel egy negyedik hatvány, ami szintén nem negyedik hatvány lenne amúgy. Csak mondok most valamit, nem akarok belemenni természetesen a matekba, de szintén nem negyedik hatvány lenne, hanem valami másik hatvány lenne, ha egy más dimenziós térben élnénk. Tehát valójában jól el, van, jól el lenne a világ a három dimenzióban, de azért lenne jó, ha lenne még egy, és akkor itt kapcsolhatok át a párhuzamos univerzumok témára, mert akkor azt úgy lehetne elképzelni, hogy ezek a párhuzamos univerzumok kb. egymás mellett vannak a, a másik dimenzió mentén. Tehát, hogyha az interstellárra emlékeztek, ott aztán már belemegy egy kicsit ebbe a dolog, mintha egy másik vagy időben máskor van, de valahogy mégis kölcsönhatás van a párhuzamos világegyetemek között valahogy, hiszen Könyveket tud lelökni az egyik szereplő, és a másik univerzumban, és más korban valami hatás tud megjelenni. Tehát van valami misztikus és érthetetlen dolog ott a filmnek a vége felé. Emlékeztek el de? És És szerintem ez már ezzel kapcsolatos, tehát hogyha most mondok egy beteg dolgot, van olyan elmélet, ami most relatíven népszerű a részecske fizikusok körében, és én nem vagyok olyan, tehát én, nem, én csak azt tudom, amit olvasok róla, ilyen kb. népszerűsítő, vagy annál, annál mondjuk egyel súlyosabb, de nem, nem csúcs kiadványokban, tehát lehet, hogy nyilván évekkel le vagyok maradva, de az M elméletben tulajdonképpen olyan bránok, brán világok vannak, a brán az olyan, mint a membrán, tehát valahogy olyan világokat kell elképzelni, amik nagyon közel vannak egymáshoz, Hoz, abban a sok, mondjuk 11 dimenziós térben, de maguk, maguk a bránok egyébként, mondjuk a bránok felszínén élünk mi, ugyanúgy, mint amit a hangyákat mondtunk a, a lufikról, háromdimenziós dimenziós kis terünkben, három plusz egydimenziós kis téridőnkben szépen elérdegélünk, de egyébként egy karnyújtásnyira a másik irányokba, amit mi nem is veszünk észre, vagy annyira picik azok a kiterjedések, hogy nem tudjuk észrevenni, de másik irányba, ami számunkra felfoghatatlan irányba mutató vektor, mert mint ahogy a hangya se tudja felfogni, hogy mi az, hogy föl meg le. Tehát ugyanúgy egy plusz irányba mutató vektor, Mentén elindulva ott van egy másik univerzum, annak is megvannak a saját tulajdonságai, saját dolgai, és a fizika KB ott is független a miénk, mármint hogy ugyanolyan, csak nincs kölcsönhatás az ottani dolgok meg a miénk között, kivéve egy dolgot, és ezért érdekes ez az M-elmélet. A gravitáció. Így van. Na ez az, és itt lehetne kimutatni, mert hogyha az emmelmélet helyes lenne, akkor abból következne, hogy az egymáshoz közellevő pici dolgok gravitációs vonzása, ami baromi nehéz kimérni, ugye, mert a gravitáció az egyik leggyengébb erő az univerzumban, csak az azért lesz végül nagy a szerepe a kozmikus távolságokon, mert az az egyetlen olyan erő, aminek nincs Ilyen kioltó párja. Ugye, mint a töltésből van elektro, elektromos erő, az 10-42-en lehez erősebb mondjuk két elektron között, mint a gravitációs kölcsönhatás, de ugye ott van pozitív meg negatív töltés, és semlegesítik egymást messziről. A gravitációnak nincs negatív antigravitációs párja, emiatt a gravitáció hosszú távon összetartja az univerzumot. De piciben KB, iszonyú nehéz kimutatni, pedig az kéne ahhoz, hogy igazolni tudj, vagy cáfolni lehessen esetleg ezt az M-elméletnek csúfolt elméletet, ami, ami matematikailag nagyon szép, csak nagyon-nagyon messze vagyunk attól, hogy, hogy, hogy itten le lehessen érzékelni. De tényleg, ahogy mondod, arról szól, hogy egyetlen egy erő van, ami, ami kölcsönhatást tud teremteni a párhuzamos, úgymond, ahogy akkor mondhatjuk szerintem azt, hogy párhuzamos univerzumok, majd legfeljebb betelefonál egy elméleti fizikus, egy részeske fizikus kolléga, hát nem, nem élő adás, ugye, de majd ír egy feláborodott e-mailt, hogy nem mossuk össze a dolgokat. Az én értelmezésemben egyébként kicsit összemosható lenne ez a dolog, de akkor a két univerzum egymás között csak gravitációs módon tudna kapcsolatot teremteni. A science fiction szempontból erre varjatok valami gombot, légy szíves. Hát ez a gravitáció volt a interstellárban is a kulcs, azt hiszem. Hát ez, ők is erre a konklúzióra jutottak, gondolom én, akkor ezek alapján amennyire felfogtam, amit mondasz. Ez, ez Hát az lehet, meg. mert a, a Leonard Zaskind volt a a, 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 az egyrészt az ötletgazdája, másrészt a tudományos konzulense ennek a, az interstellárnak, aki egyébként nagy rajongója ezeknek a, az elméleteknek, meg a holografikus univerzum és egyéb elméleteknek, ami tulajdonképpen mind arról szól, hogy amit mi mint a hologram ugye maga is arról szól, ugye néha elhangzik, hogy az univerzum hologram, de hogy ez mi a túrót jelent. Ugye a hologram egy olyan dolog, amiben háromdimenziós információ van, egy kétdimenziós ö, matricára rákódolva. Ugye? Vagy ha rávilágítunk, akkor ki tudjuk nyerni belőle a teljes háromdimenziós információt. Sőt, őrület, őrület, de igaz. Hogy épp ezért a hologram bármelyik kicsi darabja tartalmazza ugyanazt a háromdimenziós információt, mint az egész hologram. Hoppá! Persze nyilván technikai akadályok vannak, de egyébként ezt tudtátok, hogy elvileg, hogyha van egy szép triceratopsos matricás hologramom, mint ami nekem volt, amikor iskolás voltam, és valami miatt elszakadna, és csak egy pici része marad meg, akkor az is tartalmazza egyébként az összes információt. Tehát abból is, ki lehetne nyerni a triceratops alakjára vonatkozó összes információt. <laughs> Na szóval, hogy az univerzum hologram dumák, azok felmerülnek ilyen értelemben, hogy amit mi látunk, az ő ez nem is a teljes igazság, hanem egy ilyen, hát egy ilyen, egy holografikus levetítése tulajdonképpen, megint csak, ugye, egy többdimenziós valaminek. De ez nyilván ezek nem szellemi, hogy mondjam csak, hmm, szellemi. Hmm, játékból jutnak az emberek eszébe, hanem, hanem, hanem ugye mindenki arra hajt, hogy valami szép alakú egyenletrendszerről írja le a világ működését, amiből mindenki jön. És hát ezzel, szív, ezzel küzdenek már évtizedek óta a fizikusok. És, még, és a nagy egyesítés úgy mond, az még nem történt meg, mert pont az a fránya gravitáció, az máshogy viselkedik, mint, a, mint az összes többi erő. És emiatt kell ilyen dolgokat bevezetni, mint amit Ádám is mondott, hogy, hogy igen, itt vannak ezek a párhuzamos bránok, párhuzamos, vagy ha úgy tetszik, párhuzamos univerzumok, amelyek között igazából nincs nagy kölcsönhatás, csak a gravitáció. És akkor ezt viszont itt lehetne érzékelni. Mert, egyébként ezek a, mert, mert ugye pont ez a vicc az egészben, hogy azért nem vesszük észre a 11, vagy 26, vagy akármennyi extra dimenziót, amit ezek a modellek igényelnek. Ahogy a 26 dimenziós, az már kiment a divatból már az, 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 az már kiment, de most aztán a 11, 11 a favorit, 11 plusz 1. Tehát 26 az még akkor <laughs> volt a csúcson, amikor a Parallax is 1 volt 2018-ban. <laughs> nem, nem, igazából már akkor se csak én, én akkor lemaradtam, se. mert ugye nem vagyok részecske fizikus, tehát a 26 dimenziót tudtam, hogy a fizikus táborban volt egy olyan dal, Aha. amiben elénekeljük a számokat, egyébként a pannonhalmi bencéseknek van egy ilyen, hogy mester, mond meg mi az egy, egy az istenegekben, és akkor elmennek, minden számra van egy duma, tíz a tíz parancsolat, igen ám, de a fizikus verzió az tovább folytatódik. És akkor vannak benne ilyenek, hogy 26 dimenzió a bozonikus elméletekben Vagy 42 a válasz. Nem lehet, hogy a szuperszimetria kapcsán ö, tűnt egyébként a... Hú, a szuperszimetria is egy érdekes... A szuperszimetria amúgy nem azonos a elmélettel tehát ezek egy, ez egy ilyen versengő világmagyarázatok volnának. Igen. A 26 dimenzió az egy elméletből jött ki, a, bozonikus úr elmélet a 80-as években értett szerintem a virágkorát. Ez egy olyan elmélet volt, amivel a világot alkotó részecskéknek egy részét le lehetett írni. Éppen azokat, ahogy a nevű is mutatja, amiket egy bozonnak hívnak. Minden nem kell belemenni. Kétféle részecske van a világon. Fermionoknak és bozonoknak hívják. Kicsit máshogy viselkednek, mert a bozonok nagyon szeretnek együtt lenni, sokan egy helyen bozulni, és egyébként a fermionok viszont kerülgetik egymást, és a social distancing nagy bajnokai, tehát máshogy viselkedő részecskék, és egyik, egyiket jól le tudja írni a 26 dimenziós bozonikus uralmát, de aztán azt így, így sútba Mikor volt az a pillanat, amikor sóhajtottak a tudósok, és azt mondták, hogy ú, basszus, ezt a 26 dimenziót, ezt csak ne találtuk volna ki. de <laughs> tudom, de előjöttek egy jobb elméleten, ami, mind, ami mindent te tud írni, és csak 11 dimenzió kell hozzá. Ez volt a szuper elmélet. Már már az is egy húr elmélet. Na, a húr elmélet egyébként az, hogy már ennyiszer kerülgetjük itt a forró kását, nyilván ezt se lehet elképzelni. Tehát a, azok se tudják elképzelni, akik beszélnek róla. Tehát én próbáltam beszéltetni szuperhúr embereket a szuperhúr elméletről, és, és hát matematikai konstrukciókban... És mondtad nekik, hogy vizuális típus vagyok, Igen, mond... magyarázzák, hát, hogy ugye ezért, maga Ezért, belé ezért a Kármán tárgat. laborban kötöttem ki, érted, mert én rosszul vagyok ettől, tehát nekem már három dimenziót is nehéz amúgy elképzelni. Ez, ez egy olyan dolog, ami a részecskéket nem pontszerű, hanem kiterjedt objektumokként kezeli ez az elmélet, ez a lényege, ez a kulcs momentum, ha ezt megérted, megértettél mindent. Jó, hát igen, igen, ezt mondták, de hogy ezek ilyen icipici húrok, tehát, tehát ugye a pont, a pont, részecske az nulladimenziós, és akkor azt mondják, hogy ezek nem nulla, hanem egydimenziós kicsi húrok. 10 a mínusz 35 en méter át. Így van, előjön. na az a plank hossz. Az, a, az az univerzum pixel mérete, ha úgy tetszik. <laughs> Kicsit pontja lesz. Felbontása. És akkor ezt tessék kimutatni. És egy gyönyörű elmélet, és, és, hát ugye hallottátok múltkor az a Avileibnek a véleményét a témáról. Mondjuk ő pont egyébként talán pont a... De talán, az, talán a húrelméleteseket is ekészte, meg, meg a szuperszimetriásokat is. Minden esetre a lényeg az, hogy nagyon sokan... És egyébként van a kedvenc, egyébként nemrég rakott ki egy videót, sőt, nemrég, nem sokára fog kirakni egy újabb videót a Szabina Hossenfelder nevű német fizikus ismeretterjesztő nő, akit már így emlegettünk. Ő konkrétan egy részeske fizikus, és, és, ő, maga is ugye írt egy, egy, könyvet a témában, aminek az volt a címe, hogy a fizikusok elvesző a matematikában, vagy Lost in Math. Magyarul is kiadták, csak nem tudom, mi a címe magyarul. De meg le, rá lehet keresni. Szabine Hossenfelder a szerző. A, és a matematika a... útvesztőjében, Azaz, most csak én találom Azaz. ki. De, valami, de szerintem exaktul ez. Most beugrott, hogy fizikusok a, a matematika útvesztőjében, vagy valami. Csak tippeltem. Majd, hát szerintem jól akkor tippeltem. Akkor lehet, hogy fordítónak kéne <laughs> mennem. Ilyen jó. <laughs> <De, tudom. gül> Na, igen, és akkor konkrétan, konkrétan egyébként érdekes dolgokat ír. Azt mondja, hogy, hogy ő úgy gondolja, hogy a 60-as, 70-es években sikert sikerre halmozott a fizikának az az ága, ami abból indult ki, hogy a, a, hogy a, szimetriák alapján meg lehetett jósolni részecskéket, amiket aztán a kísérleti emberek ki is tudtak mutatni, és, és fantasztikus, mert úgy tűnt, hogy a csoport elnémélet nevű matematikai gyönyörűséggel, amiről egyébként az idősebb Györgyi Géza fizikus mondta annak idején, hogy hát ez, ez, ez az, ahogy az, a jó Isten gondolkodik. Tehát a, a, egy, 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 matematikai konstrukció annyira, annyira rettenetesen sikeresnek bizony, bizonyult, hogy, 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 meg lehetett vele jósolni tulajdonképpen mindenféle, mindenféle részecskét. Mindenfélét, amiket aztán rendre ki is mutattak, és, és akkor gyökeret vert a fizikusokban egy ilyen dolog, hogy amit Paul Dirac is a, a nagy, nagy Paul aki a relativisztikus kvantummechanikát megalkotta, hogy ő mondta azt, hogy a jó elmélet a szép, hogy rögtön fölismered az elmé a jó elméletet arról, hogy szép. Hogy egy elegáns, egyszerű matematikai egyenlet, és akkor emiatt egyébként sokan nincsenek megelégedve a jelenlegi standard modell néven futó részecske fizikai modellel, ami egyébként egészen tökéletesen szuperál, csak mindenki azt mondja rá, aki ért hozzá, hogy ronda. Ami azt jelenti, hogy, hogy tényleg nem egy olyan gyönyörű kis, izé, egy Papi könnyen felírható valami, mint a dirak egyenlet, amiből aztán kijön ott a félvilág, meg hogy az elektronnak miért van spinje, meg minden. Így csak, csop... Tehát nem, nem, a szuperhurel, vagy a, mi ez a, a standard modell, ez tényleg nem ilyen, mert elég sok kézzel beállítgatandó paraméter kell hozzá, amik nem jönnek ki semmiből. Most a fizikusok egy olyan elméletre vágynak, amiben minimális számú kézzel beállítható paraméter kell, minden jöjjön ki, ugye? És, 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 és... Diszkrimináció. Hát, Az igen, egy kicsit, de azt mondja, azt mondja a Zabine is, hogy igen, hogy egy kicsit nagyon, nagyon rákattantak a fizikusok erre a témára, és most kb mint hogy a természetnek kötelessége lenne szép elméleteket produkálni, holott egyáltalán nem biztos, hogy a természet valóban szép elméleteket produkál, lehet, hogy tök ronda a végső elmélet, és mindenki ki fog ebben és és, 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 ebben a könyvben letolvasni olyan fizikusokról, akik konkrétan lelkibetegek lettek, meg pszichológushoz, sőt, pszichiáterekhez jártak kezeltetni magukat, amikor a elméleti jóstataik, amikben annyira tutik voltak a szépsége miatt, egy gyönyörű elméleti jóstatokat tettek, aztán részese gyorsítókat megépítették, ütköztették a részese, kiderült, hogy nincsenek, vagy, vagy nagyon valószínűtlenné vált, hogy léteznek ilyen részecskék, amiket ők dédelgettek, és, és, és konkrétan kiakadtak teljesen. És ez, ilyen emberekkel beszélget ebben a könyvben, többek közt a szerző, aki maga is fizikus, marha érdekes, szóval nem vennék mérget arra, hogy, hogy ezek a most rongyosra ünnepelt elméletek, például az M elmélet jelentik a végső választ, de hát ugye természetesen senki se tudja. Na, de akkor visszatérve a párhuzamos izékre, hogy a párhuzamos univerzumba át szeretnénk ruccanni valahogy, akkor azt valami gravitációs módon kell megtenni, igen, de ezek szerint nem esélytelen, mert, mert ez, ha ez az M ez helyes, akkor ez ad némi kis reménysugarat, nem? Mert hogyha a gravitációs kölcsönhatás van, párhuzamos üzék között, akkor végül is van kölcsönhatás. És akkor ez egy érdekes dolog lehet. Engem inkább az érdekelne, vagy zárójában az érdekelne, hogy itt ugye két szám sokszor elhangzott a 26 meg a 11. És nyilván ezek úgy jöttek ki, hogy matematikai számítások és modellek alapján bizonyos dolgok leírásához, most én nagyon egyszerűen mondva, ennyi dimenzióra van szükség, jól gondolom, ugye Miklós? Igen, pontosan. Tehát, hogy mindazokat a fizikai kölcsönhatásokat, amiket ismerünk, egy 11 dimenziós térben lehet úgy reprezentálni, hogy, hogy egyszerűnek tűnjön. <laughs> kicsit, kicsit nyomogjunk ezen a, ezen a számon, ez a 11. <laughs> valahogy, valahogy miért pont 11? Hát... A számoknak, bár alapvetően általunk reált dolgok, mégis mindig nagy jelentősége van a, 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 a hétköznapokban, a matematikában, bármiben ott a pi, a Fibonacci sor, és még sorolhatnám. Tehát olyan. Ö, miért, miért pont 11? Hát erre nem tudok neked szép gyors választ adni, csak tényleg azt, hogy, hogy össze kell, meg kell nézegetni, hogy hány alapvető kölcsönhatás van a világban. Ott van ugye a gravitáció, ott van az elektromágneses kölcsönhatás, ott van még a úgynevezett gyenge kölcsönhatás meg az erős kölcsönhatás. Na, ezekről már nem tanulunk a GIMI-be, ugye ezek az atommagban jelentkeznek. És hát tulajdonképpen van még ugye gyenge, erős, elektromágneses, gravitációs, és hát van még a Higgs, a Higgs mint kölcsönhatás, az ugye a Higgs bozonról ugye sokat hallottunk, meg a, Peter Higgs meg is kapta érte a Nobel-díjat. Az a tömeget a... a igen, pontosan, képzünk. az egy olyan kölcsönhatás, ami azért volt felelős az univerzum kezdetén, a standard model szerint, hogy az adott tömeget. Most ezt megint nehéz elképzelni. Tehát, létre tehát elmeg... igazából ő mondta meg, hogy melyik részeske mi lesz, nem? Erről Igen, van szó. tulajdonképpen az volt a karrier tanácsadó, vagy nem tudom mi. Nem tudom, aki, mindenki ezt hozzárendelte, hogy mennyi fizetést fog kapni. Aki, ugye ez volt a dolga, ez volt a higgs mező, aztán persze, ez az univerzum korai életkorában, amikor nagyon meleg volt és magas volt az energia, akkor volt fontos. Most meg már ugye nagyítóval, sőt mi több, ugye nagy hadron kell keresni a nyomát, hogy egyáltalán sikerüljön ilyen közvetítő részecskét találni. Ugye az emlegetett bozonok egyébként, akikről mondtam, hogy máshogy viselkednek, mint a fermionok, ők, ők, ők ilyen közvetítő részecsként tudnak viselkedni, a elemi részecskék, tehát a bozonok közvetítenek egy kölcsönhatást, konkrétan a Higgs-kölcsönhatást a Higgs-bozon ami nem azonos a gravitációs kölcsönhatással, tehát annak ellenére, hogy tömeget rendel hozzá, az nem a gravitáció maga, a Higgs-bozon egy mástól. Szóval a lényeg az, hogy van öt ilyen, hogy hívják, öt ilyen kölcsönhatás, és akkor valahogy lényegében ebből lehet szépen ki, kimókolni, hogy hogy jön ki a 11 dimenzió, Összen, őszintén szólva, nem annyira, nem annyira tudom én most így hirtelen elmondani hatásosan, hogy hogyan jön ki. Igen, de én most elsősorban értem, csak én most elsősorban arra gondoltam, hogy ez a szám, ez a 11, ez úgy, az úgy nem nagyon fordul elő, tudomásom yeah. szerint a Igen. matematikában. Nem egy olyan csoda, csoda szám, mint mondjuk a, a Pi, ami ami egy visszatérő, még a, a pi nek még a valószínűség számításban is van szerepe. Tehát nem egy ilyen klasszikus Abszett. szám, ez a 11. Hogyha hogy a 11 dimenzió lenne, az olyan, hát még, még legalább 13 lenne, hogy legalább ilyen emberi kapcsolódási pont, lenne. Legyen. Igen, hát a 11, 11, 11 egy prim szám, azt el lehet róla mondani. Hát ugye a három, most a három sem feltétlenül, de jó, de a három, a hármat szeretjük. De az emberek talán pont azért szeretik annyira a hármas számot, hogy minden kultúrkörben is nagyon fontos a három, mert lehet, hogy éppen a, három háromdimenziós térben való életünk eredménye. Ez de azért szerintem rende. sok futballrajongó be lehet öklözne azért a levegőbe, mikor kiderülne, hogy 11 dimenziós a világ, hogy na ez az. Hát Igen, hát mi. ott a 11-es, meg a 11 fős csapatok, hát az univerzum, kiderül, hogy ez egy futball univerzum. Tessék, lehet, lehet jelentkezni, lehet jelentkezni az MKA-hoz támogatásért. Hát ez tök jó. 11 dimenziós futball univerzumban élünk. És ugye... Néha, néha, néha egyébként itt a bránok megrúgják egymást szabálytalan. Na most egyébként ez egy érdekes kérdés, hogy hogy, hogy, hogy nézne ki, néz amikor a szomszéd bránból, ami itt van mellettünk, egy, egy plank hossznyira, tehát az Ádám elmondta, hogy hány nulla van ott, ezt nem, 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 fogom megismételni. Szóval, hogy ilyen, 35. Igen, köz. Tehát, hogy, hogy ez a, hogy ez a ilyen, ugyan, tehát ugyan itt van szinte az univerzum, mint én, csak és Jó, és ezt, akkor ezt, néha ezt fejtsük ki, vagy, vagy ez, ez mindig egy olyan dolog, amit egyébként dokumentumfilmekben nagyon sokat hallani, akár ezt konkrétan, ezt a, a brán elméletről is dolgokat, viszont, és ez az, az itt van mellettünk, hogy én most itt ülök egy székben, hogy van mellettem az az univerzum? Hát, hogy azt nem tudod elképzelni, mert ugye ez a hangya, aki mászkál a, izé, a lufin, és akkor a Luffy mellé oda teszel egy másik lufit, és azon is mászkálnak hangyák kétdimenziós felületen, és a, kettő, és a két hangja az ugye csak ott de nem tudnak fölfele nézni. Nem is tudják elképzelni, mert ők ott élnek, kétdimenziós lények. Tehát mi nem tudunk a negyedik, meg a sokadik dimenzió felé tekinteni. Tehát akkor ezt ne úgy képzeljük el, mint mondjuk azt a párhuzamos világos ö, elképzelést, hogy, hogy itt ugyanebben ebben a térben, csak más dimenziókban, itt mondjuk itt átmászkálnak rajtam dinoszauruszok eközben, csak velem nem lép kölcsönhatásba az a dinoszaurusz, mert ez egy másik dimenzióban van. De figyelj, ez lehet, hogy ez ugyanaz valahol, mert hogyha elképzeled ezt a történetet, ennek egy vetülete az pont az, amit elmondasz. Tehát, hogy, hogy ugye nyilván a, a, a Csaba által emlegetett eserféle vízeséseket és hasonlókat, azt ugye úgy lehet megcsinálni, hogy, hogy, hogy egy, egy, egy altérből néz, vagy egy vetületből úgy néz ki, mintha valami lehetetlen dolog történne, pedig nem is. Tehát nyilván egy kétdimenziós lény, vagy egy, nem is tudom mennyi, igen, tehát hogy, hogy például egy alacsonyabb dimenziós lény, az nyilván teljesen meg meghűlne azon a tényen, amihez mi teljesen hozzá vagyunk szokva, hogy dolgok eltűnnek egymás mögött, ugye? Tehát, hogy valaki eltakar valami, hogy egy biciklis átmegy a... a De van az, ilyen, amúgy, hogy a... szerintem annyi dimenziós lények vannak, ahány dimenziós a világ. Ugye Miklós most az előbb azt mondtad, hogy valószínűleg három de mondjuk tegyük föl, hogy nem, hanem több, akkor ez azt jelenti, hogy mi is négydimenziós lények vagyunk. Lehet, hogy vannak olyan szerveink, amikről nem is Persze, tudunk. Persze, igen, igen, tehát a mi kiterjedésünk is, is nyilván, igen, ebben egyetértünk, csak azzal a, azzal a kikötéssel, hogy azért egy alacsonyabb dimenziós valamit még azért inkább el tudok képzelni. Tehát én komolyan úgy gondolom, hogy a papucsállatka kb. kétdimenziósnak éli meg a világot, ahogy ő ott mászik. Annak ellenére, hogy természetesen a papucsállatka is egy háromdimenziós lény, csak a harmadik dimenziós kiterjedése az icipici a másik kettőhöz képest. Á, mint én nem tudom, én amikor mikroszkopban néztem, mindig olyan kis laposnak tűntek, de hogyha most mégiscsak egy háromdimenziós tömzsi kis, kis hengerek a papucsállatkák, akkor most ezúton, ezúton minden papucsállatkától elnézést kérek, de, de nekem nagyon úgy jött át, <laughs> hogy, hogy ezek laposak, ugye? Na most, ugye mi, mi, miért akarom ezt így fejtegetni? Azért, mert, mert ő a, a fizi, hogyha van neki agya, mondjuk, és, és kialakít valami kis modellt a világról, ami alapján ő éldegél, és ő tényleg csak egy felülethez tapadva tud mozogni, az általa ismert világ jelenségeinek a 99%-át tökéletesen le tudja írni azzal a modellel. Annak ellenére, hogy neki van egy harmadik irányú kiterjedése, csak az nagyon kicsi, és ezért aztán őt ez nem is érdekli. És akkor esetleg néha történik valami megmagyarázhatatlan dolog, valaki beleteny rátenyerel a papírlapjára, ami mozog, vagy mit tudom, hogy micsoda, ami ugye számára maga a csoda, hiszen gondoljunk bele, hogy egy kétdimenziós lénynek, hogyha valami ki el a papírlapra, ami eddig él, akkor az, az minek tűnik? Tehát annak tűnik, hogy a semmiből megjelent ott valami, ugye? Tehát amikor egy extra dimenzióból valami, valami megjelenik, ami, amit ugye nem látod, hogy honnan jött, mert, mert nem tudod fölfogni, akkor azt úgy interpretálod, hogy hogy mintha sérülne az összes megmaradási törvény, amit megtanultál a világról, például azt, hogy hogy dolgok nem bukkannak elő csak úgy a semmiből az utca közepén. Ugye a science fiction azért operál ezzel rendesen, például amikor a doktor, a tardis felbukkan valahol, akkor azt lehet úgy értelmezni persze, hogy egy másik dimenzióban közlekedik, és semmi extrát nem csinál, csak csak másik irányba halad, és akkor ott felbukkan. És akkor persze egyébként, hogy a plusz dimenziókat bevezetünk, akkor itt nincs semmi, semmi látnivaló. És akkor ezt a papucsállatkán kezd, hogy valaki rátenyerel a papírra, minél, és akkor egy tenyér, vagy egy hegyen, vagy egy vonal megjelenik, tulajdonképpen azt látja az egészben, egy vonal megjelenik, egy szakasz megjelenik a látó mezejében, ami addig nem volt ott, és nem lehet tudni, hogy honnan jött, akkor az, az, csoda. De hát ezek viszonylag ritkán fordulnak elő velünk, hogy megjelenik valami egy nem várt dimenzióból, vagy Igen. valami hasonló, tehát, hogy Hát jó, viszonylag ritkán, de egyébként egyébként meg abban, de hasonlítunk annyiból a papucsállatkára, ugye mi is, hogy, hogy ahogy, ahogy Csaba mondja, valószínűleg a dimenziós világba érünk, akkor nekünk is van még, még nyolc másik irányú kiterjedésünk, csak ugye ez a duma mindig, hogy az, az összes többi nyolc dimenzió, az úgymond olyan picire van összecsomagolva, hogy nem is veszed észre. Mint hogy a papucsállatkára vagy a papírlapra se úgy gondolsz, mint egy háromdimenziós objektum, közben könyörgöm az, hát a papír is egy háromdimenziós objektum, nyilván vannak rajta pici göcsörtök, csak azt mondjuk, hogy az elhanyagolható a másik két irányhoz képest. És, hát, és ugye az emelméletes meg szuperhúros emberek is azt mondják, hogy az extra dimenziók, picik, ilyen plank hossznyi méretekre vannak össze zárva, és akkor ezért aztán nem is zavarnak senkit. De tulajdonképpen az egésznek az a nagyon-nagyon lebutított lényege, hogy ez körülbelül olyan, mint amikor nézel egy dokumentumfilmet, amiben megmutatják az ősrobbanást, amit általában úgy mutatnak, hogy ugye a nagy sötétség elindul egy robbanás és akkor így kilő ki az univerzum de hát honnan nézed te azt, Na, ez az. hogyha közben maga a tér, ahonnan nézhetnéd is abban a pillanatban alakul ki, tehát hogy körülbelül ugyanez a nagyon-nagyon ugyanez a, a lebutított lényege ennek a dolognak tehát egy olyan, itt korábban a műsorban is elhangzott meg, ahogy most is mondtátok, meg Csaba is mondta hogy hogy nekünk is lehetnek olyan, lehet olyan kiterjedésünk, ami, amit nem látunk, vagy éppen az az, hogy egy négydimenziós lénynek az egy, az egy teljes mértékben extra és, és nem várt fordulat, ha, ha valaki mögött vagy valami mögött eltűnik valami. Mert hogy az ő nézőpontjából mondjuk például ez sosem valósul meg. Igen, ez, ez szerintem egy nagyon-nagyon jó összefoglalás. Na hát itt többször elhangzott ma, hogy hát ezek olyan dolgok, amiket nem tudunk elképzelni, tehát elbírja a papír, meg ilyen matematikai álmokfutásokként apostrofálhatjuk sokszor ezeket a dolgokat, de azért van egy kis segítség, én ajánlanék nektek három videójátékot, ami ilyen többdimenziós, vagy ilyen furcsa tereket jelenít meg. Az elsőnek az a címe, hogy 4 Toys, én ezzel nem játszottam, de amennyire láttam ilyen egyszerű kis geometriai alakzatok potyognak, meg azok transformálódnak, meg minden. Nem tudom, hogy mit kell csinálni, de de majd megnézem. Illetve van egy olyan dolog, hogy nem tudom, jól lejtemek ide. míg a kur. Ez a címe, ez egy platform játék, és úgy látom, hogy azt kell benne csinálni, hogy ilyen háromdimenziós akadályokat kell megkerülni valahogy a negyedik dimenzióban de lehet, hogy ez még nem jelent meg, mert én utána néztem itt több platformon, és nem láttam ilyet, viszont Youtube-on meg lehet nézni, nagyon furcsa, tehát ö, ajánlom mindenkinek, majd Ádámnak ezeket el is küldöm, hogy az adásnaplóba tegyük be, és akkor lehet látni, hogy mi történik ott, egészen furcsa. És a harmadikkal viszont én magam is játszottam, ez az Anti-Chamber, ilyen jó angolsággal, remélem sikerült átadni, ez tulajdonképpen egy ilyen lehetetlen terekbe, ilyen eserszerű szituációkba helyezi bele a játékost, ilyen belső nézetes cucc, és ahhoz hasonlít a szitu, amit a lapos földes adásban néztünk, tökre olyan, mintha te egy olyan ember lennél, aki fogalom nélkül van mindenről, mert egy új világba csöppenz bele, gyakorlatilag semmi sincsen kőbevésve, hogy hogyan működik, elindulsz egy folyosón, és lehet, hogyha megfordulsz, akkor egy tök más utat látsz, mint amin jöttél, vagy éppen tényleg ilyen önmagukba forduló lépcsőket fogsz látni, vagy körbe-körbe forogsz, és mindig más hova lyukadsz ki, vagy tényleg ilyen többdimenziós furcsaságokkal találkozol, felfelé esnek a tárgyak. Úgyhogy azt kell csinálni, hogy kísérletezgetni kell, interakcióba kell lépni a, a környezettel, és megfigyelni, hogy mi történik, és úgy kell tovább jutni. Tulajdonképpen ez egy ilyen fejtörő. Bele van kényszerítve az ember egy egy olyan helyzetbe, ami abszolút ö, nem csak komfortzónán kívül esik, de minden tapasztaláson, minden ö, olyan dolgon, amit megszoktunk, és, és tudunk, az, az, azt kidobhatjuk a kukába, és tulajdonképpen egy újfajta probléma megoldó képességre van szükség, úgyhogy ezt tudom javasolni mindenkinek, aki ilyesmire vágyik. Hát ez nagyon jó, ezeket meg fogom nézni. Ez nagyon jó, és, és az is nagyon érdekel, hogyha majd én ezt tudom az öt éves kisfiamnak, akkor mennyire lehet rá trenírozni az agyát, mondjuk adott esetben. Hát én jó, jó párszor elakadtam, de lehet, hogy ő, ő siván megoldja. Hát ez az. Hát ők még lehet, hogy zsenik. Igen. Mert lehet, hogy ők még 11 dimenzióban tudnak gondolkozni. Bár mondjuk ahhoz lehet, hogy inkább egy-két éves korba kellett volna a fejlesztést elkezdeni. Egyébként nyilván ez is egy rengeteg science fictionben előjön ez az ötlet, hogy hogy gyerekkortól elvileg, mi, a, hát nagyon közvetett módon, ugye abban a nyelvészes filmben is, a, a, a mi volt annak a címe? Érkezés. Érkezés. Arrival. Szóval, hogy, hogy abban is. Ugye az van, hogy lényegében, ha valaki agyát átkattintod valami más üzemmódra, akkor lehet, hogy látni fog hirtelen olyasmit, amit addig nem. Hát ott ugye az volt, hogy az időszemléletét formálták ezt az embernek, de mi lenne, hogyha, hogyha így a tér, téridő szemléletét is át lehetne ilyen módon formálni. Egy, de ez érdekes emberkísérlet ötletek jutnak eszembe. <laughs> Jó lenne. Tehát tényleg kiderülne, hogy, hogy mindvégig itt van mellettünk, és és, és, tényleg csak nem veszük észre. Engem még érdekel az utazásnak a lehetőségeit. Mondtad, hogy igazából ugye a gravitáció lesz a kulcs. Ha valahogy meg akarnánk próbálni, akkor, akkor ezen az ösvényen kéne elindulnunk, és engem érdekelne, hogy például akkor mondjuk, ha tudnánk nyitni egy stabil féregjáratot, akkor azt akár át tudnánk vezetni egy másik dimenzióba, vagy csak a mi valóságunkban tudnánk Benne ö, máshol kiállatot nyitni. Hát el, van, van ilyen felvetés, hogy lehet. Tehát, hogy, hogy pontosan a, a közelségük miatt egyébként elképzelhetőnek tartják, hogy létezhet ilyet. Csak nem, ugye, hogy lehet ilyet csinálni? Azt nem tudom. Tehát hogy nyilván olyasmit kéne csinálni, ami mind a két univerzumból Ugy, ugyanoda, idézőjelbe ugyanoda, most ezt is, hogy értelmezed, érted? Tehát, hogy <laughs> nem tudom, hanyadik dimenzióban egymáshoz közellevő helyekre kéne vontatni két nagy tömegű dolgot, amik úgy begyűrbítik a téridőt, hogy, hogy valamilyen módon kölcsönadnak egymással. Ugye, hát ezt ugye nagyon pici léptékben lehetne, ezt a nagy tömegűt úgy értelmezem egyébként, hogy ezt picibe kellene tudni látni ezt az átmenetet. Én úgy értelmezem, amiket itt olvastam erről. De hát nyilván az lenne a cél, hogy nyissunk egy bazi nagy átjárót, amivel át lehet menni egy párhuzamos valóságba. Mert hogy ezzel nekem az a problémám, hogy hogy sikerülne nekünk, amikor a galaxisok közepén lévő szupermasszív fekete lyukaknak sem sikerül, és kérdezem. Tehát van ennek valami ilyen interpretációja, vagy ez abszolút elrugaszkodott Science Fiction? Hát, nézd, ahhoz, én, én nem tudom, hát el van rugaszkodva, de talán még van benne némi Science. Tehát lehet, hogy igazából csak arról van szó, hogy. Hogy, hogy, jó lenne, hogy, hogy, viszonylag kevés az esély arra, hogy egy itteni szupermasszív fekete lyuk az találkozna egy, egy túloldalival, és akkor lehet, hogy ez kéne egy féregjárathoz. Tehát ne, nem tudom, tényleg. De hogyha valahogy találkozni kéne, akkor így kéne, nem? Hát én nagyon ha, más most. nem tudok elképzelni, tehát hogy abból, abból a dumából, hogy, hogy, azt mondják, hogy csak a gravitáció az egyetlen olyan erőhatás, ami kölcsönhat a bránok között, és minden más az Alapján tök, tök esélytelen, akkor nagyon másra nem lehet gondolni, csak ilyesmikre szerintem. Egyszer hallottam egy olyan elméletet, hogy ezek a, a bránok, mikor nagyon-nagyon szuper közel vannak egymáshoz, és amikor összeütköznek, nagy ritkán, az egyős robbanás. Hú. például. Aha. Na hát azt úgy el hiszem. Ja. Mert és pont ezek ezen gondolkoztam, hogy mi történik. Közelebb attól. lenni egymáshoz, mint egy bránnyi távolság. Hát az is kérdés, hogy. Na jó, hát most itt, itt, ezt nem tudom, mert hogy abba az irányba vannak közel. <laughs> Teljesen kifárasztottuk a fizikusunkat. Hát nem, nem te hát hogy... nehez nem, nem tudom ezek, de más se, tehát mondjuk nyilván vannak, akik 5 milliószor jobban értenek ehhez, mint én, de legalábbis ezerszer biztos, de, szó, de tényleg, viszont nem hiszem, hogy ők sokkal jobb válaszokat tudnának adni azok alapján, amiket én olvastam a, az ő könyveik Viszont tehát, hogy egy kicsit, én is ezen tűnődtem, mióta elkezdtük a beszélgetést, hogy, hogyha összeérintenénk két lufit, akkor egyik hangja a másikról át tudna -e oda mászni, és akkor mi történne. És akkor mindig ide jutok, hogy hát, összeérne a két lufi, akkor természetesen egyrészt ugye csodaszámba menő dolgokat látnánk, mert a semmiből kerülnének elő dolgok. Például idegen hangyák, akik egyszerűen csak megjelennek, és a semmiből, tehát itt szó szerint itt előbukkan a szobában megjelenik valaki, vagy valami, és, és hát ilyesmi dolgokat, ami nyilván felér egy katasztrófával úgy lokális szinten, persze nem mindegy, hogy mi az, ami itt fölbukkan, de, 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 igen, elég nagy szóreszhez tudna vezetni, én szerintem is a bránok összeütközése. Most én is speciál ezt az őstrobanásos szöveget én még sose hallottam, hogy ez az lenne de hát én nagyon sok mindent nem hallottam, meg nagyon sok mindent mondtak már. Úgyhogy, úgyhogy én, 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 minden esetre egy nagyon jó ötletnek tartom ezt a dolgot, hogy ezt így, hogy, hogy, science fiction téren ezt így kibontani, ezt az átjárást. De viszont persze egyáltalán nem következik számomra ebből semmi olyasmi, hogy az, a, az, a, az hogy mellettünk van egy másik brán, akkor abból nekünk egyáltalán nem kell, hogy ott is legyen egy párhuzamos Csaba, meg Ádám, meg Miklós, tehát, hogy, hogy ugye ez... És, nem... bocs, és akkor abban abba nektek van körszakállatok, és nekem nem? Hát így, hát mondja egy ilyen univerzumot keresnénk, ugye? Tehát ez lenne a cél. Csak hogy most vajon pont az nem emellett. Ja, most én arra gondolok, hogy a Star Trekben, a tükör univerzumban ugye az a, a gonosz, gonosz énednek körszakálla van, de egyébként észrevettem a Knight Riderben is, tehát ott is van ugye a, a rossz Michael Knight, van neki egy ilyen a Gart, az hmm. alter -ja, vagy nem tudom, testvére, vagy ugyanúgy ugyanaz volt a plastikai sebészük, és ugye annak is így ilyen, ilyen kis bajsza van, vagy ilyen kis körszakánszerű cucc, úgy látszik, hogy ez mindig ilyen gonoszság. Lehet, hogy én is, én is egy, egy tüköruniverzumos Ádám vagyok valójában. Túl ez durva. És akkor mi lesz? De mi nem semmisülünk meg, tehát nem egy anti-anyag univerzumból jöttél, remélem. Tehát, hogy lehet veled kezet fogni meg ilyenek. Mert egyébként az is benne lehetne a pakliban, hogyha van egy párhuzamos univerzum, akkor ott például úgy alakult a sztori, hogy ott az általunk antianyagnak nevezett anyagforma van többen. Ugye? Milyen vicces lenne? lenne, felbukannának értelem, az ilyen random lényeg, de azon nyomban szét is sugároznánk így egymást együtt, és szépen feloldódnánk. Tulajdonképpen, ha nyitnánk egy féregjáratot, vagy tök mindegy, egy utat, egy ö, olyan párhuzamos világ fele, ahol az antianyag győzedelmeskedett az anyag felett, akkor mi abban a pillanatban, hogy kilépnénk belőle, azonnal szét is robbannánk, igen. és meg is semmisülnénk. Igen, szép, szép, szép sugárzást lenne belőle. Szép, szép sugárzást mondtam, de szét sugárzást is mondhattam volna, mert az még egy szakkifejezés is. Úgyhogy igen. Hát, szóval nem tudom, hogy mit tudok javasolni akkor a kedves sorozatoknak, hogy most mekkora tömegmozgatásba vegyenek részt, hogy azért próbálják nem átjukasztani a bránok közti tehát... <laughs> annyi, annyi cuccot ne pakoljon egybe senki, hogy, hogy átszakadjunk itt, aztán beleszakadjunk a szomszédbe, ahol mondjuk, mit tudom én, az is lehet, hogy, hogy mit tudom én, az Epsilon csatolási állandó, vagy mit tudom én, másik, egy, a, a, olyan többi ilyen finom hangoltnak tűnő paraméter az univerzumnak, ami ha nem lenne pont annyi, hanem csak egy százalékkal más lenne, mint akkor nem lennénk itt. Tehát hogy például, mit tudom én, az elektron meg a protonnak a tömegaránya. Például mit tudom, ez egy ilyen rejtés valami, hogy az miért pont annyi ezen 1800 valamennyi körül, mert hogyha ha kicsit kevesebb lenne, akkor azért nem lennének stabilok, ha meg nagyobb lenne, akkor meg azért nem lennének stabilak az atomok. Szóval egy Tök, jó, tök jó. Hát azért pont annyi, hogy meg tudjuk kérdezni. Igen, igen, nyilván. És, igen, és persze te sem célelően mondod ezt, gondolom, hmm. hanem okságilag. Tehát pedig úgy, hogy hát ha nem ennyi lett volna, akkor nem lennénk itt, hogy meg tudjuk kérdezni, tehát nincs csodálkozni valónk azon, hogy éppen ennyi lett. Na de hát ki garantálja nekünk, amúgy lehet, hogy maga az emelmélet garantálja nekünk valószínűleg egyébként, de, de az emelméleten kívül ki, ki garantálja nekünk, hogy a, a párhuzamos univerzumban is pont úgy vannak beállítva a fizikai állandók. Tehát, hogy konkrétan, a, 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 hogy ott ugyanolyan a fizika, mint itt. Ugye még az se biztos. Tehát lehet, hogy ezek is valaha döntéshelyzetek voltak az univerzum történetében, amiket még nem értünk, amikor valamikor ezek értékeket kaptak ezek az együtthatók, és lehet, hogy ott is több képenet lett volna elképzelhető. Egyébként ez a többdimenziós, meg multiverzumos, meg mindenféle ilyen dolog tök érdekes, mert régen, amikor gyerek az ember, és úgy próbálja elképzelni a univerzumot, meg mondjuk már tud róla egy-két dolgot, hogy Tudom én, hogy tágul egyfolytában, és akkor ilyen, hogy sokszor bejön a végtelennek a, a, a lehetősége és jelentősége a, a, ezekben a gondolatokban. Tehát, hogy, hogy ezt hogy nehéz elképzelnie, azt a tényt is, hogy maga a tér is az, ami egyfolytában növekszik. Mert, hogy nem az van, mint egy lufi, amin hangyák vannak, ami a mi terünkben növekszik bele, mi rálátunk. És amikor szóba jönnek ezek a többdimenziós dolgok, akkor akkor az ember kicsit megnyugvással tölti el, hogy igazából ö, nem is kell annyira értenem, mert mert vagy, vagy, vagy nem is annyira lehetetlen elképzelnem, mert mert valójában arról van szó, hogy ez az űr, vagy ez a virágmindenség, amibe beletá, az is beletágul valamibe, csak azt nem értjük, mert az egy az egy olyan dimenzió, és akkor ez így rakódik egymásra, mint a mint a, 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 a hagymának a, a kis kis nem tudom darabjai és, és hol a vége tehát, hogy, hogy mennyire vagyunk messze attól hogy, hogy lássuk azt hogy, hogy pontosan hol helyezkedünk el és miben helyezkedünk el, ezer évre, millió évre valaha az ember az emberi civilizáció a gondolkodásunk a, a gondolkodásunk határai az, az valaha eljut vagy kitágul annyira mint az univerzum, és, és értjük <laughs> és befogad, be tudjuk fogadni azt, ami, ami az igazság. A világ hát, a ugye kapcsolatban. Itt, igen, itt, na itt, nagyon, nagyon fontos dolgokat mondtál. Ugye egyrészt tényleg az, hogy amit mondtál, és ezt a lufis dolgot, meg ahogy a őstrobbannást bemutatják meg a többi dolgot, hogy ez valóban segít nekünk elképzelni, hogy valamibe beletágul, de valójában nem erről van szó, ugye, hanem maga a tér tágul. Tehát a Friedman egyenletből, ami leírja az univerzum tágulását, az egyáltalán nem kell azt elképzelni, hogy van egy plusz dimenzió, csak azt kell elképzelni, hogy maga a skála faktor, tehát a méterrudak hossza az azt csinálja, hogy növekszik, és akkor ezzel kell egy együtt élnünk, bármit jelentsen is ez, és ugye a mi emberi szellemünk ebben nem annyira hajlandó bele nyugodni, és ezért rajzolgatunk mindenféle ilyen animációt, amiből viszont kb. következik, hogy valamibe bele kell tágulnia, mert hát mi nem tudunk mást elképzelni, mint ilyet, mert ennyire térbeli lények vagyunk, hol ott lehet, hogy tökre nem erről van szó. Ugye, na most... E, e, a kérdésedre, meg a válasz szerintem az, hogy, hogy hát ugye ez a fizikán fog múlni, tehát az, hogy az ezer év, vagy egy millió év, vagy egy milliárd év, vagy soha, az ugye elsősorban, sőt szerintem kizárólag attól függ, hogy létezik-e ezek között a átjár, valamiféle átjárás ezek között, mondjuk a bránok között, vagy például ilyesmi, Mert például az egy, az egy erős bizonyíték lenne a, a, a brán elméletre, a vagy a 11 dimenziós keretre, hogy, hogy, hogy nagyon rövid kölcsön hatótávolságon máshogy viselkednének a részecskék. Tehát az a jól ismert egy távolság nézetével csökkenő erőhatás, blablabla, bla, bla, newtoni gravitációs törvényről kiderülne, hogy bizonyos méret skálákon mondjuk nagyon piciben máshogy viselkedik. Tehát az, hogy ez mikor derül ki, az, az attól függ, hogy mennyire mennyire viselkedik máshogy. Tehát lehet, hogy tíz év múlva kimutatható lesz, meg lehet, hogy egy millió év múlva se, és hogyha gyakorlatilag végtelen sok párhuzamos univerzum van, és semmi kölcsönhatás nincs közöttük, akkor persze fizikusként meg mindörökké szét kell tárnunk a kezünket, mert azt mondjuk, hogy hát a, aminek nincs hatása az általunk megfigyelhető univerzumra, azt soha, és soha nem fogjuk tudni megvizsgálni, és ilyen módon ez csak szellemi izé lesz, játék, de, az ember kérdezik, hogy más akarok mondani. és és, és sokszor, sokszor tudjuk bizonyítani bizonyos dolgokat vagy előrejelezni más ö, ö, nem tudom részecskéküket vagy vagy a higgs -bozont, ö, más ö, a, a hatásuk megfigyelésével vagy más részeskékre gyakorolt hatásuk megfigyelése most nagyon nyilván minden, igen, köszönöm, közvetett módon minden fizikus felsikított, biztos, hogy ezt így megfogalmaztam, de a lényeg az, hogy hogy a kérdésem inkább így arra vonatkozott, mert például itt van egy olyan dolog benne, hogy ugye elhangzott ez a szám, ugye ez a 10 a mínusz 35-en méter, ami ami tök soknak hangzik, de, de ez rettentően kev, kicsi és kevés, ami, amit, amit, nem tudunk megfigyelni, nincsen hozzá mondjuk mikroszkópunk, nagyon egyszerűen mondva, de hát azért a technika fejlődik, van arra reális esély, hogy, hogy egyszer átlépjük azt a határt, ami, ami, a jelenlegi, a legkisebb mértékben mikro, meg, meg, meg kvantum szinten akár megfigyeljünk dolgokat? Fizikailag. Hát ugye a Planck host azt nem fogjuk tudni elérni, mert az egy elméleti korlát, viszont ugye, tehát az általad emlegetett szám. Olyan, mint a fénysebesség? Olyan, mint a fénysebesség, igen. Tehát ugye az egész abból fakad, hogy ugye az a probléma, hogy ugye minél, minél erősebb, tehát van dolog, jó mikroszkóp az remek, aztán van olyan dolog, amikor meg akarja figyelni az ember azokat a dolgokat, amik már a legrövidebb leg, leg hossznál is kisebbek ugye? Tehát akkor, akkor csinál egy, az ember egy röngengépet, mondjuk, mert a röngen az olyan, mint a fény, csak, csak rövidebb a hullámhossza. De amikor már az is kicsi, akkor elektronmikroszkópot csinál, ugye az elektronok is tudnak úgy viselkedni, mint a fény, csak még rövidebb tud lenni a hullámhosszuk, és ugye minél rövidebb a hullámhossz, annál kisebb dolgokat tudsz megvizsgálni. Igen ám, de minél rövidebb a hullámhossz, annál nagyobb energia is kell. Tehát ez azt jelenti, tehát, hogyha meg akarsz valamit figyelni, ami nagyon pici, akkor éppen azért, mert az nagyon pici, amiatt rövid hullámhosszal tudod csak letapogatni, úgymond, de rövid hullámhosszú valamit meg csak úgy tudsz csinálni, hogyha annak a valaminek a sebessége nagy, vagyis neki küldöd, és akkor viszont, renge, akkor viszont bezavarsz. Tehát az a probléma az egész dologgal, ugye, és emiatt mondom egy elméleti korlátnak a, a plankállandót, hogy, hogy ugye azzal, hogy meg akarsz valamit vizsgálni, azzal kénytelen vagy te belerugni a vizsgálatot tárgyába, amivel meg elrontod. <laughs> és, és, ugye ez, ez, ez egy, ez egy paradox dolog, és persze a részecske gyorsítókban éppen ezért ez történik, mert hát nem tudják már ezeket a pici dolgokat máshogy megvizsgálni, csak nagyon nagy energiákkal, de akkor meg szétrepülnek, tehát azok már ütközések, és ezért ugye a részecske fizika az tényleg, a kísérleti részecske fizika az úgy működik, hogy atomokat ütköztetnek össze frontálisan, és azt nézik meg, hogy mi repül belőlük ki amíg még kirepülget belőlük valami. De például egy elemi részecskével már nem nagyon lehet mit csinálni, tehát például egy elektronnak, a, tehát az, az például nem értelmezhető kérdés, hogy, hogy az elektront azt hogy lehetne szétszedni, hát azt nem lehet szétszedni például, és ezért aztán nem is nagyon... Szóval, szóval az a, az, a, az, a, mondásom nekem igazából, hogy persze egyre ügyesebbek és egyre jobbak leszünk, csak, csak ugye minél kisebb mérettartományban trollkodja szét az ember az univerzumot, annál inkább ugye figyelembe kell venni azt, hogy minden megfigyelés beavatkozás. Hétköznapi életünkben ez a teljes mértékben elhanyagolható, ezért nem kell kvantumeffektusokat figyelembe venni, Habár itt is igaz, hogy amikor mondjuk megmérem a testhőmérsékletet a hőmérővel, akkor nem csak én melegítem föl a hőmérőt, hanem a hőmérő is lehűt engem, és akkor amit mérünk, az ami közös hatásunk, ugye? Tehát, Csak ugye azt mondjuk, hogy ezek elhanyagolható hatások, mert a mérési effektus befolyásolása a jelenségre pici. Mikrofizikában meg óriási nagy, mert annyira picik a dolgok, és emiatt sajnos, emiatt sajnos eljutunk. Ilyen bunkó virsli ujjaink vannak, Igen. és már minden szétrodzsolunk. Én, pontosan. De ott már tényleg mindent, és olyannyira, hogy ezt már is fogadjuk, és maga a szétroncsolás a cél. Tehát a nagy hadron ütköztetőben ugye atom vagy, vagy részecske rombolás történik. És... Hát a roncsolásos vizsgálat az egy teljesen valid dolog minden mérnöki területen, tehát sokszor csak úgy lehet Igen. valamire megállapítást tenni, hogy visszafordíthatatlan, irreverzibilis igen. kísérletet kell tervezni. Hát igen, bizony. Hát, és ugyanezt történik a részes fizikában, és vagy a, tudom én, a fizika alapjainak feltárása, és hát ez így, még így ebből lesz, úgyhogy jó kérdés, hogy valaha fel. Ez kicsit olyan, hogy van egy motorom, és azt akarom megtudni, hogy mit bír, akkor addig kell nyomnom a pedált idézőjelben, amíg csak tönkre nem megy a motor, nem? Tehát, így hogy... Van. Gyakorlatilag a szinten, hogy... erről van szó. Azt hogy azt mondod majd, hogy addig kell hízni, amíg ki nem derül, hogy mikor roskad össze a seggünk alatt a gép, de, de, de a az mindenképp jó a példa motor, volt. mert én meg azt hittem, hogy azt fogja mondani, úgy, hogy meg akarom tudni, mitől van a, miből van a motor, akkor frontálisan bele kell hajtanom a farba és megnézni, hogy milyen darabok repülnek szét. Igen. De hát az már akkor nem motor többé, ugye? Tehát igen, ez, ez van. <laughs> ez egy probléma. Srácok, nagyon izgalmas volt ez a beszélgetés. Szerintem méltó egyfajta lezárása ennek az évadnak, mert hogy ez volt az utolsó adás szeptemberig, amit így hárman közösen vezetünk. A következő, május 13-án jelentkező 50. adásunk egy ilyen ünnepi retro adás lesz, de még mielőtt elbúcsúznánk, hogy éreztétek magatokat a, a mostani? Egyébként ugye több szempontból rendhagyó évadunkban, hiszen most már két hetente voltunk, én fél évig nem, szóval új tagokkal bővült a csapat, nagyon izgalmas uh, időszak uh, van mögöttünk. Én örülök neki, hogy a Parallax is tágul, és nagyobb lett a csapat, minden tekintetben egy, egy uh, nagyobb projekté változott ez az egész, úgyhogy remélem, hogy ez így fog folytatódni, és minél több embert bevonz ez a terület, amivel mi foglalkozunk. Igen, én is hasonlókat gondolok. Tökre örülök, hogy bővül a csapat, vagy bővült a csapat, és, és, és színesi, színesedik a parallax is, és nagyon várom a következő évadot. Ami cliffhangerrel zárjuk le akkor itt, hogy várják a hallgatók is. Ha szeretnétek támogatni ismerterjesztő munkánkat, akkor a parallaxis.emtv.hu oldalon az adományozás menüpont alatt megtehetitek, és nagyon szépen köszönjük, minden segítség jól jön. Kedves hallgatók, az ezúton is köszönjük az egész évados figyelmeteket. Ahogy mondtam, még május 13-án érkezem Szűcs Gáborral és Nagy Ivánnal, a Parallax és eredeti alapítóival nosztalgiázunk a műsor majd két évtizedes múltjában. Addig is kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok. Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Orvát Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész. Jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, nézel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj külön diával jutalmazott Paralaxis csapatát. Kattints a donate.mtv.hu oldalra, és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett. Köszönjük! Donate.mtv.hu